A Bonyhádi Képviselőtestület elfogadta a 2022-es évi költségvetési rendeletét. Ez a rendelet lehetőséget ad arra, hogy a civil szervezetek és a sportegyesületek továbbra is gördülékenyen működhessenek a város által biztosított támogatási összeggel. A támogatási összeghez pályázat útján lehet hozzájutni. Ezek a pályázatok már az űrlapok, már megtekinthetők a város honlapján, illetve személyesen is átvehetőek a városházán. A civil szervezetek esetében a tavalyi évhez képest emelkedés történt, 4,5 millió forint helyett 6 millió forint áll rendelkezésre, a sportegyesületek tekintetében pedig a tavalyi összeg 30 millió forint kerül szétosztásra. Itt meg kell jegyezni, hogy van egy tartalék 10 millió forint összegben, ez akkor kerül felhasználásra, és örülnénk neki, hogy ebben élhetnénk, ha valamelyik csapatsportágunkban osztályváltásra kerül sor, mert nyilvánvalóan akkor nagyobb kiadása lesz annak a szakosztálynak. Pályázhatnak mindazok a civil szervezetek és sportegyesületek, amelyek cégbírósági végzéssel rendelkeznek, Bonyhádi telephelyjel, illetve székhelyjel működnek, elszámoltak a tavalyi támogatási összeggel. A 2007. évi összeférhetetlenség érintettségi törvénynek megfelelnek, NAV köztartozásuk nincsen. Ezt az összeget én bízom benne, hogy sikeres pályázat útján kellőképpen fel tudják használni a sportegyesek tekintetében eredményesebb, hatékonyabb munkához, illetve a működési feltételek biztosításához, a civil szervezetek tekintetében pedig közös fejlesztés érdekében végzett tevékenységek támogatása fordítsák, illetve közösség érdekében végzett szakmai programjuk támogatására szeretnénk, ha fordítanák ezt az összeget. A pályázatokat 2022. március 18-án 12 óráig lehet leadni elektronikusan, személyesen a városházán vagy postai úton ajánlott levél formájában. A döntés a pályázatokról semmiféle újdonságot nem hoz, az elmúlt évek gyakorlatát követjük. A civil szervezeteknél javaslatot tesz a bizottsági elnökök fóruma, amelynek két bizottsági elnök és a két alpolgármester a tagja, és a javaslatot a képviselőtestület dönti majd el. Általában úgy szokott lenni, hogy minimális az a vita, ami ilyenkor elő szokott fordulni. Tehát a képviselőtestület el szokta fogadni a javaslatot, de meg ki kell emelni, hogy igazából a képviselőtestület dönt. A sportegyesek tekintetében a Humán Bizottság tesz javaslatot, és ebben az esetben is a képviselőtestület dönt. Erre az ülésre március 31-én kerül sor. A döntés után a civil szervezetek és az egyesületek értesítést kapnak, majd a szerződés megkötésére kerül sor, és a szerződés tartalmazza azt, hogy a elnyert összeget hány körben kapják meg az érintett egyesületek és civil szervezetek. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy akik a feltételeknek megfelelnek, azok mindannyian támogatásba részesülnek, hiszen a cél az, hogy mindenkinek tudjanak segíteni, támogatni a munkájukat az anyagi források biztosításával. A sportegyesületek az 10-12-15 szokott lenni, a civil szervezeteknél attól függ, hogy nézzük, a művelődési központban nagyon sok civil szervezet működik. Ha azt egynek vesszük, akkor egy olyan 25 civil szervezet, ha azokat külön vesszük, akkor egy olyan 40-45 civil szervezetet érint. A támogatási összegek civil szervezetek esetében 30 ezer forinttól milliós nagyságrendig terjedhetnek, a sportegyesületek esetében pedig 500 ezer forinttól egészen 6 millió forintig kaphatnak támogatást. Ezekkel az összegekkel a működési feltételeket tudják biztosítani a különböző egyesületek, szervezetek.